A rendőrök reggel 9-kor gyülekeztek Nyíregyházán az egyik bevásárlóközpont parkolójánál. Az 5. megyei balesethelyszínelői versenyre 10 csapat nevezett, a résztvevők szakmai tudásukat mérhették össze. Ne felejtsük el, hogy egy közlekedési baleset helyszínén nagyon sokan megsérülnek. Később komoly jogviták lehetnek belőle. Milliós vagy esetenként több milliós károkról kell dönteni, akár bírósági szakban, és akkor, amikor már utólag nem rekonstruálható teljesen a helyszín. A helyszín szemlét tökéletesen megismételni nem lehet, nagyon fontos az ő szakmai tevékenységük. Változatos baleseti helyszíneket modelleztek a versenyen, a rendőröknek többek között helyszínelni kellett egy lezuhant repülőnél, valamint egy gyalogos gázolásnál is. Itt egy ismeretlen tettest kellett megkeresniük a fehér sapkásoknak, hiszen a versenyfeladat szerint a balesetet okozó autós elhajtott a helyszínről. Van egy helyszínelő felszerelésük, ez a felszerelés ez nagyon sok mindent tartalmaz. A nyomok rögzítéséhez szükséges eszközök ezek, talán az egyik legfontosabb, vagy két legfontosabb felszerelésünk az a kréta, illetőleg a fényképezőgép. Természetesen mi csak úgy hívjuk, hogy a toliga a kerekes távolságmérő mellett, hiszen ezekkel az eszközökkel, illetve egy papírlappal meg egy tollal nagyon sok nyomot lehet rögzíteni. Ezen felül természetesen azért speciális nyomrögzítésekre is sor kerülhet, amikor festékmaradványt, anyagmaradványt, bármit kell a helyszínről nekünk sterilen becsomagolni és esetleg szakértői vizsgálatra küldeni. A megméretetés legjobbjai az országos versenyen Veszprém megyében képviselhetik szeptember közepén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét.